De milyen körülmények között nőttetek fel? Mink? Gazdag vagy szegény család? Mink úgy kezdődött az egész, hogy édesapa kitalálta azt, hogy ő egyszer alakít egy nagy céget, és ő az ügyvezetője lesz. Ez ugyanaz, mint én kitaláltam 8-os koromban, hogy én Michael Jackson leszek. És apukám felépített egy nagy céget. 8-os korom óta tudom azt mondani, hogy jól élünk. Jól élünk. Nagyon jól élünk. És ezt mindent apukámnak köszönhetjük. De minden. Előtte? Hát előtte, figyelj, előtte emlékszem rá, hogy hát a legszebb élményem az még mindig gyönyörű élményem maradt, hogy én elmentem iskolába, a melegítő nadrágba, hazajöttem 00:30-kor, anyám meg 2-kor ment a munkába, ő felvette a melegítő nadrágot, és este hazahozta, letette, én reggel elmentem benne iskolába, és cserélgettük a melegítőt. Az, hogy nem nekünk mi lavórba mosakodtunk, mi... De akkor mivel foglalkozott apukád mondjuk? Apukám koporsózott, apukám a temetkezésben, én onnan örököltem. És apukám kitalálta azt, hogy ő nagy építési vállalkozó lesz, hogy ő megépíti Budapestet. Meg is építette. Két nagy centert adtunk át egy évbe, és onnantól kezdve mondhatjuk azt, hogy de jó módúak vagyunk. Apukám először átadtuk a plázát. De melyiket? A plázát, utána pedig átadtuk. Miért azt ti építettétek? Apukám épített, apukám hozta az embereket, apukám csinálta, és utána abban az évben átadtuk a Pólus Centert. És sose fogom elfelejteni, hogy abban az évben anyukám azt mondta, hogy vehetek magamnak melegítőt, kabátot, volt 3 pár téli cipőm. Nekünk nagyon szép gyerekkorunk volt Zsoltival. Nagyon. Tudod, mit jelent az a szó, hogy boldogság? De akkor ti barátok voltatok? Gyerekkorotokban jóban voltatok? Ja, hát mi nagyon-nagyon szerettük egymást addig a pillanatig, míg apám ki nem nevezte őt főnöknek.